Szétdobált gumikesztyűk, mellette egy fogkefe nyírlugos határában, itt bukkantak rá a határsértőkre. Meg itt vannak ilyen papírok, meg két maszk. Ez nem a járőrök, mert a járőrök meg fekete maszk volt. Majd azon is van valami írás, nem tudom mi lehet, az, meg azban nem tudom mi volt. Az meg szerintem valami kaja lehetett, ott látod, ott a vacskó voltam. Egy helyi férfi látott meg vasárnap két idegent, ő szólt ismerősének ennek a férfinek. Ott voltak felsorakozva, és akkor itt volt a fogdalta. Tudták az a járőrköcsök, és akkor ott a jobb oldalba, ebbe a fogoltak felsorakozva, most innen jöttek ki, vagy honnan, azt mondani, nem tudom, mert nem. A férfi jelezte aztán a rendőröknek az esetet. Megmutattam nekik a helyszínt, és akkor járgan, de már ott nem volt senki se, ugye. Most körüljártuk ott az erdét, és akkor utána visszajöttünk ott az erde alatt, levissza, ahol elindultunk a feldolgozótól. Azt mondta, hogy már megjöttek a bátoriak, ott beszélgettek, és mondták, hogy mi van, akkor ők elmennek vissza oda a tett helyre, ahol volt. Azt mondja, a másik járőrkocsi eljön erre, megy a határa megnézni, hogy hát nem jönnek itt a Köves úton, és akkor itten elfogták 13 migránst itt a Köves út mellett. Transfer felirat a széttépett papíron. A rendőrség közleménye szerint a magukat egyiptomi, szír és eritreai állampolgároknak való külföldieknek nem voltak okmányaik, és Magyarországon való jogszerű tartózkodásukat sem tudták igazolni. A sűrű bokrok mögött könnyen elrejtőzhettek, de volt olyan helyi, aki a lakott területen is látni vélte őket. Ilyen zömök volt, és akkor úgy nézett minden udvarra befele. Hát hogy ki volt, mi volt, hát ki tudja. Mivel ezeken a településeken szinte mindenki ismer mindenkit, feltűnik, ha valaki nem odavalósi. Az ilyen esetek leginkább az egyedül élő idősebb asszonyokra ijesztenek rá. Tényleg félünk most már. Úgyhogy a határba, hát én nagy határjára voltam, hát nekünk kint málánk volt minden, én egyedül is egész estig kint voltam, de most már félünk. Hasonló sűrű bokros rész a szomszédos nyírbéltek mellett. A hétvégén itt is elfogtak 5 határsértőt. Látszik is egyébként a fű, hogy le van taposva, és ott ilyen ülés, meg guggolás nyomai láthatóak. A polgármester mutatja, hol találták meg az indiai férfiakat, akik előtte már magukat is lebuktatták. Italboltba bementek, és ott vásárolni szeretett volna az egyik fiatalember közülük, de rögtön elárulta magát azzal, hogy ugye hát ő ment és pakolt ki a hűtő szekrényből, és a kocsmáros rászólt, hogy ez nem egy önkiszolgáló hely, és ugye nem tudott magyarul kommunikálni. Mutatta ugyan, hogy van nála hitelkártya és készpénz is, mint euró, de nem vették el, nem szolgálták ki, és akkor innen indult egyébként az egész mizéria, gyakorlatilag őért is tette a képviselőtársamat, és akkor ő pedig engem. A román határ közelsége miatt a járványhelyzet előtt rendszeresen előfordultak, tavaly azonban visszaszorultak az ilyen esetek. A polgármester azt mondta, tartanak attól, hogy a pandémia lecsengésével ismét megszaporodnak a hasonló ügyek. Elmondása szerint a határsértők főleg elhagyatott tanyákra próbálnak bejutni, a településen működő kamerarendszer és polgárőr szervezet azonban nagy segítséget jelent ezek kiszűrésében. A rendőrök egyébként mindkét eset után a nyírbátori határrendészeti kirendeltségre állították elő az érintetteket.